Megvernek mondjuk nyolc magyar egy zsidót, vagy nyolc magyar egy ciget. De ilyet nem látom. Fordítva viszont igen. Tehát akkor, akkor ki a szélsőséges? Ha egy csaj kiáll az utcasarokra, kifestve miniszoknyába, mit tudom én, kidobva a melleit, akkor ne csodálkozzon, ha kurvának nézik. Először is én nem tartom a rendőröket olyan ostobának, mint amilyennek látszanak. Én inkább gonosz, aljas embereknek tartom. Üdvözlöm Önöket, én Kisberg Szabolcs vagyok. A jelen podcast adásának mai vendége Tasnádi Péter. Köszönöm, hogy elfogadta a el meghívásunkat. Én is üdvözlöm a nézőket. Kicsit utána olvastam az életrajzának, a, ugye megjelent több könyve is, abból is, illetve az interneten is, ugye 1950. márciusában született Budapesten. Az interneten azt írták, hogy bigot kommunista családból, ez valóban így volt? Szerintem igen. Ez mit jelentett? Hát a édesapám és édesanyám azok pártagok voltak. <kül> azt hiszem, hogy az édesapám az katonatiszt volt, és... Ő azt nem mondja, alapszerű pártitkár is volt, de ebben nem vagyok biztos. Hát ők büszkék voltak arra, hogy kommunisták, sőt, hát édesanyám mindenhol vert a mellét, hogy ő 1945-ös bártag. De hát mintha ez számított volna. Egyébként nem számított semmit, szóval én csak ezért szégyenkeztem, mert mikor például elmentünk vásárolni egy nadrágot, még a 1960-as években, akkor kihozta az eladó nadrágot, és nem tetszett, és akkor az olyan anyám mondta, hogy na de hát eladó elvtárs, szóval én 45-ös pártag vagyok, hát hogy képzeli, hogy engem becsap? És hát hú, emeket kisrác voltam, meg próbáltam elsüllyedni, de hát nem lehetett. Szóval ők ilyen, vagyis igen, igen ők is hittek is ebbe a rendszerben, már abban a rendszerben. És ön nem hitt? Én nem. Hát csak azért, mert ugye, ha jók az információk, a felelhető információk, akkor ugye marxista, lenista egyetem. Hét évig jártam. De viszont nem vettek be a pártagnak. Akartam pártag lenni, jelentkeztem, de nem találtak alkalmasnak. Egyébként a szakosító tagozatom, ez az, az alapegyetem, az a három éves, az, az smafú volt. A négy éves volt, ami számított, mert az ugye akkor főiskolai diplomának is számított. Ott mindenki pártag volt, egyedül én nem. Tehát, de ott olyan emberek voltak, hogy mit tudom én, vám és pénzügyőrség, országos parancsnok helyettese, vagy főügyészség, vagy ilyen nagy cégeknek az igazgatója, vagy pártbizottságoknak ilyen vezetői. Hát akkor az volt a perspektíva, hogy úgy lehetett az ember vezető, ha ilyeneket elvégzett. Mi és Ilyen a... családi háttérre, hogy, hogy nem vették fel a hát, párba. Ö... Mi volt az indok? Az indok az, hogy, hogy március 15 vagy nem, november 7 én ünnepségen felszólaltam, hogy, hogy nekünk nem kéne ünnepelni a november 7-ét, mert hogy ez nem hozzánk tartozó ünnep, hanem a március 15-ét. Na hát ez az olyan botrány csaptam ezzel, hogy nem igaz. Hát nem mindig kerestem, mindennek keresem egyébként a, a, a mögöttes tartalmát. És nekem ez nem volt tiszta, és az se volt tiszta, hogyha a szüleim ilyen bigott pártagok, akkor hogy miért nem részesülnek a, azokból a javakból, amit a vezető pártagok akkor részesültek, hogy mit tudom én, autókiutalás, vagy például olyan üdülőkben való ö, többszöri lehetőség, ahol nagyon olcsón ugye megkapják, vagy például 1960-as évek végén, 70 es évek végén már lehetett butikokat szerezni. Hát és én meg szerettem volna <kül> ugye üzletelni, szóval szembesítettem őket azzal, hogy, hogy a párt kihasználja őket, és attól van ez a vezetés, hogy attól van még mindig kormányon, vagy hatalmon, ugye el sem tudtuk képzelni, hogy ez majd nem lesz, hogy, hogy ilyen emberek vannak, mint ők, 800 ezre, akik vakon követik. De hát ők meg az ő szempontjukat is megértem, mert ugye az édesapám az, Holokauszt túlélő édesanyám is egyébként, csak őt nem vitték haláltáborba, édesapámat igen. És ugye az édesapámat <coughs> felszabadították, ugye az oroszok, azt hiszem, Mauthausenben volt, azt hiszem, azt az oroszok szabadították föl, és hát ők feltétlen hívei voltak a szovjeteknek az édesanyám meg szintén. Hát a Sárga házban volt itt Budapesten, ugye innen is vitték az embereket a nyilasok ki a Dunára, és lőtték bele, és hát ő úgy élte meg ezt, hogy ő ennek a rendszernek köszönheti az életét. 1956-ra emlékszik valamilyen Persz, szinten? Persze, hát, már akkor iskolás voltam. Hát <laughs> igen, hat éves. Hát de iskolás voltam, és konkrétan emlékszem egy csomó eseményre, Egyrészt arra, hogy a édesapámmal, ugye a hetedik kerületben laktam, az István út, akkor Jenő utca volt, az a ligettől egy olyan 5 600 vagy 800 méter, és nagy felvonulás volt a hősök terén, és ott kint voltam az édesapámmal, amikor a Stalin szobrot ledöntötték és ott húzogatták, és mit tudom, és nem értettem, hogy az édesapám egy nagy darab ember, ugye katonatiszt, és, és volt, és mondja, hogy miért nem akadályozza meg azt, hogy, hogy ilyeneket csinálnak. És furcsa volt a számomra, hogy gyerekként, hogy ő mondta, hogy a, tehát amikor úgy kérdeztem, hogy ezt miért nem akad el, vagy hogy miért nincsenek itt a rendőrök, hogy ő is egyetért vele, és nem értettem, hogy miért. Hát, hogy ugye ebben a rendszerben, mondom, ez kisgyerekén, de akkor már olvastam a Népszabadságot. <kül> tehát én úgy mentem suliba, hogy olvastam a Népszabadságot, és 56-ban még olyan emléke, mi akkor tanultam meg kártyázni minden kártyajátékot, mert mi pincébe voltunk, Ma a mi pincénk az együtt volt a Péter Fisándor utcai kórház pincével, egy, egy fal választott el minket, de volt átjáró, és ott az úgynevezett ellenforradalmárok, akiket akkor annak hívtak, azoknak ott volt a nyomdája, és ott volt a központjuk és ott kibejárkáltak az emberek, és ott is néztem, hát, hát, ha most is visszagondolok, akkor az a poshatfa pince szag jut eszembe. pincébe éltünk. Egy olyan tíz napot biztosan ott lent voltunk, és aztán, amikor fölmentünk a lakásba, ba, akkor arra emlékszem, arra is tisztán, hogy ö, jött négy ember gépfegyverrel, az egyik egy ilyen vasutas volt talán, tehát ilyen vasutas egyenruhába, tányér sapkába, becsöngettek hozzánk, és a nagymama volt otthon meg én, és mondták, hogy keresik a Tasnádi Sándort, már az édesapámat. És akkor kérdezte a nagymama, hogy milyen ügyben. Mert hogy úgy tudják, Ávos, és ő érte jöttek. És akkor mondta a nagymama, hogy nem Ávos, nézzék meg az egyenruháját. Tehát erre emlékszem, hogy behívta, és akkor megmutatta, hogy zöld parolinja van, és nem kék, a kék volt, neki zöld volt, mert hatápos volt egyébként. <laughs> és, és, akkor mondta ez a vasutas, jó, ja, Tasnádi, Sándor, persze, ismerem, per, jó, menjünk. Na, tehát egy ilyen élmény volt, meg az, hogy, hogy a én akkor voltam hat és a testvérem az tíz lány testvérem, és ő orosz tagozatos suliba járt, és a, ez az állatorvosi egyetemre néztünk, mire a lakásunk a harmadik emeletről, és az állatorvosi egyetem sarkán volt egy ilyen óra, ez az régi utcai óra, ami így fölül volt olyan, nem tudom, négy méter magasba lehetett, és tehát oda volt rögzítve. Az, azt azért jegyeztem meg, mert hogy az oroszok ott álltak a tankokkal, a Betlentér sarka volt ez, és az oroszok oda telepítették a híradósukat, és onnan ment a telefonálás, meg mit tudom én. És akkor mondta a nagymama, hogy menjünk le, és vigyünk nekik forró levest. És akkor lementünk én a hat éves, meg a tíz éves nővérem, és vittük a oroszoknak a levest, és ö, kaptunk tőlük baromi nagy doboz ö, csokoládét, mi is a neve, akkor Stümmer. Fú, de hát rengeteget. Tehát ilyen táblacsokit. Nagyon sokat. És akkor minden nap akartam vinni levestet. Mondom, mert hogy biztos kapunk, de aztán nem engedtek le, mert ott több embert eltemettek a Betland téren, Ott ment a lövöldözés. Ott volt a pék egyébként, és a pékségnél álltak az emberek sorba. Azt láttam az ablakból. És jött a tank, egy bim bim bim. Azt én azt sem tudom, hogy milyen tank, kik voltak, mik voltak. De kb. ennyire emlékszem. Uh -huh. 36 évesen, ugye 1986-ban diszidált Ausztria? Nem diszidáltam. Hát nem. akkor már akkor nem kellett diszidálni? De, de én nem diszidáltam. Hát a, a életvitelszerűen? Hát de az okosan tettem, én nem diszidáltam, ha hanem elvettem egy nőt feleségül pénzért. Szóltam a, szóltam a bécsi rabbinak, aki magyarul jól beszélt, és egy kontakt által is megismertem, és mondtam neki, hogy szerezzen nekem egy nőt, és akkor mondta, hogy 70 ezer shilling, nagy pénz volt akkor, <kül> és akkor szerzett 70 ezerért egy nőt, elva elvártam a első feleségemtől, akkor még úgy gondoltuk, hogy kamuból, akkor már volt két fiam, és a, úgy döntöttünk, hogy kimegyek Bécsbe, és akkor ott fogok majd egzisztenciát e, teremteni, és akkor ahogy meg vagyunk, akkor ők jönnek. És azért nem diszidáltam, mert így, hogy e, legálisan mentem ki, így haza tudtam jönni bármikor, és jöttem is haza. Tehát minden hétvégén én itt voltam Magyarországon. Honnan volt 70 ezer az első Hát akkor már mi sok pénzt kerestünk a feleségem az varónő volt, és angróztunk, az nagyban adtuk el a ruhákat. Úgy kezdődött, hogy ugye mondtam, hogy a butikok, az volt a első szög a koporsóba, már legalábbis a szocializmus koporsójában nekem, hogy nem adtak nekem butikot, és ezért haragudtam rájuk, és, és egy kis műhelyt szereztem a feleségemnek, és elkezdtünk varni ruhákat. És én megjártam vidéket, akkoriban ilyen olimpia világbajnokokat vittem élménybeszámolóra, két-három olimpia bajnokot betoltam az autóba, és a csomagtartó meg minden tele volt ruhákkal, és amíg ők élményt beszámoltak, addig én a városban a butikokat megkerestem, de hát nem volt sok, hát minden helyen volt talán egy, vagy esetleg egy Miskolcon kettő, tehát akkor még azt se tudtuk, hogy mi az, hogy mi kimondani se nagyon tudtuk, mert ugye úgy volt kiírva, hogy Q betűvel, tehát ez egy érdekes, hát ez az eleje. És akkor vittem a ruhákat, és láttam, hogy hogy ezt veszik a butikosok, és akkor ahogy vették, 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 akkor már tudtunk, tehát annyi pénzünk lett, hogy tudtunk egy helységet bérelni, az önkormányzat a nyolcadik kerületben, azt szépen megcsináltam, és akkor már hozzánk jöttek a butikosok minden hétfő reggel, ilyen sorált, hat órakor hajnalban ruhákért. Hát nagyon sok ruhát, és úgy, úgy, akkor már nem csak a feleségem, a feleségem akkor, az, tehát az első feleségem az, az már csak felügyelte. És akkor vettünk föl varónőket, és a varónők csinálták a ruhákat. Egy varónő, ha ügyes volt, 10-12-t is megcsinált egy nap. És hát minél több varónő, nyilván annál több ruha a feleségem szabott, tehát ő volt a szabász aztán meg később kellett még szabást fölvenni, szóval jó ment a biznisz, nagyon sok pénzt kerestem, és hát itt tudtam, nagyon sok pénzt kerestem, egyrészt akkor volt egy már 86-ban egy hatalmas villám, egy szecessziós villa, egy püspöknek a villája volt, a 11. kerületben 660 Négyzetméter, ez egy nagy terület. És hát ugye a, a villa is, mivel ugye egy püspöké volt, az úgy is nézett ki, tehát nagy terek, nagy belmagasság, azt is rendbe kellett hozatni, de hát az egy különleges volt. Tehát az nem mindenki tehette meg, sőt, nagyon kevesen tehették meg, hogy ilyen helyen lakjanak, és ilyen körülmények között. Ez is több mint 300 négyzetméter volt már akkor az ingatlan. És ami, ami, egyébként, mert ugye kettő volt, mert alul lakott a személyzete a püspöknek, és fölül a püspök, tehát ez két lakás volt, mind a kettőben volt telefon, és el tudtam intézni, hogy az ott is maradjon, és mindig vonzottam a régiségekhez, és nekem milyen szép faragott bútoraim voltak, ez a nagyon-nagyon Szépen kifaragott íróasztal, könyvszekrény, stb. És akkor arra két telefon, rátettem, és akkor jöttek az emberek, nézték, hogy hát, felvettem a telefont, halló, igen, én, vagy jaj pillanat, csörög a másik. Na most tehát, ilyen, most a mai embernek ez semmi, de hát akkor, amikor 20 évet kellett várni egy telefonra, hogy bekössék az embernek a, az otthonában, ez egy nagy királyság volt. És akkor otthonról dolgoztam már. És miért kellett az osztrák állampolgárság, honnan jött ez az ötlet? Hát hogy mert úgy? akkor még nem tudtam, hogy ennek pár év múlva vége, tehát ennek a rendszernek, és mondtam, hogy hogy én nem értettem egyet. Annak ellenére, tehát teljesen mindegy, hogy ki mit tanul, vagy lehet, hogy pont azért nem, mert amit tanultam, annak az ellenté, ellenkezőjét lát. A valóságban. Tehát nem akartam egy olyan országban élni, ahol szocializmus van. Ilyen egyszerű. Tehát vágytam egy igazi demokráciára. És az úgy tűnt, hogy Ausztria az az, a lehetőségek országa. Nekem Magyarország is az volt, de már olyan volt, mintha, mint egy szűkruha. Tehát azt kinöttem. És akkor elmentem Ausztriába, és ott, ott az egy külön fejezet. Igen, ugye elment Ausztriába, majd egy évvel később Izraelbe. Igen. Az mi, miért? Mi mi történt akkor? Nem, hát, jött be, nem jött be a számítás Ausztriában? Nem, 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 nem erről volt szó, hanem ö, a Ausztriában egyébként, hát nem is emlékszem konkrétan, bejött a számítás, de azt hiszem csak akkor, mikor visszajöttem. Tehát az elején ott csak úgy néztem körül, csináltam egy modellügynökséget, az meg csak azért, hogy csajozzak, meg mit tudom én, tehát nem igazán az, az lett, amire számítottam. De a 70 ezer silingemet én visszavettem, mert, mert akkor volt egy nagyon híres magyar modell, Csaj, akinek a barátja egy régiségkereskedő volt, és az nekem is a barátom volt, és ö, hát megtetszett nekik az, hogy én ugye ezt a, ö, megléptem ezt a lépést, és hogy akkor ugye én nekem umbefrisztettem, volt azonnal a házasság, az ö, korlátlan ott tartózkodás, és ö, hát arra gondoltak, hogy akkor ők is ezt meglépik, és ha Csaj nem volt a felesége, a modell, mondta, hogy szerezzek egy palit. És akkor mondtam neki, hogy oké, okay, hát 100 ezer silingért tudok egyet. És akkor volt ott egy homokos srác, akinek szóltam, hogy 30 ezerért kap 30 ezeret, és akkor elvehet egy nagyon szép nőt, és akkor ezt megoldottuk. És akkor egy, egy házba laktunk egyébként a, ezzel a modellcsajjal. Ott én egy grófnőnél laktam, nagyon-nagyon szép, hát Bécs belvárosában. Úgyhogy nekem a 70 ezer visszajött, abszolút. És akkor mindegy, szóval, hogy nem találtam meg a számításomban, de hát ehhez még azért, ehhez az időszakhoz még hozzátartozik az, hogy én alig egy-két héttel, amikor elhagytam Magyarországot, hogy én már úgy jöttem vissza, mint egy menő közép-európai cégnek a vezérigazgatója, és hát ugye azt írok rá a névkártyámra, amit akarok. Tehát ez ma is így van, meg hát ott úgy volt de Magyarországon, nem? Tehát ott benyalták, hogy hú. És vettem rögtön egy, most most nem emlékszem, hogy az milyen BMW-t, 630, azt hiszem, vagy 650, nem tudom, de egy hatalmas BMW volt, ugye osztrák rendszámmal, és én a Fészek klubba jártam annak idején, rendszeresen kártyázni, de úgy, hogy tíz éven keresztül, és hát ugye oda színészek, énekesek, bódelek, stb. mindenkit ismertem, és volt egy kordasada, kordasanyi nevű zongorista, aki ilyen szervező volt, és hát mondta azt, hogy hát Péter nem tudnál izé magyar csajokat elhelyezni külföldön. Hát de hogy nem, hát bármennyit. Azt mondja, jó, akkor megcsináljuk a, a castingot, és akkor összehívta a, a akkori 120 legjobb nőt, már Magyarországon e, lévő modelleket, színésznő ez az amaz, és a Fehérvári úti e, vagyis egy művelődési házban rendeztük meg ezt a castingot. És mondom, két hete voltam, hogy is jövjek. Ausztriában, és jöttem haza. Hát egy jó kigyúrpali voltam, meg 36 éves, hát fiatal, csinos, és hát a csajok azok döltek, és a pláne ez az autó, tehát az úgy nézett ki, mintha ma egy Ferrari-val megyek végig, és ott megálltam a mit ott a Fehérvár úton, a sok ladda, meg Varbur, mind, mindenki áldozott. Tehát tudták, hát két hete még magyar voltam, tehát, és akkor fölmegyek a színpadra, és akkor Korda Sada mondja a lányoknak, ott állnak, lent hogy e, azt mondja, kedves lányok, bemutatom nektek Péter Tasnádit, aki Bécsből jött, az Árion Film Stúdió vezérigazgató, és a munkalehetőséget fog nektek biztosítani. Péter, nem tudom, beszélhetünk magyarul? Mondom, ja. Mivel, hogy ennyit tudok németül, akkor még egy szót nem tudtam. Az <laughs> a persze. Úgyhogy, és akkor kezdődött a kiválasztás, és hát persze arra ment ki a játék, hogy minél jobb csajokat. Kivigyek, kivigyem, aztán volt egy társaság, aki itt szponzorált ezt az egész történetet, és akkor ők akartak keprészkedni, és hogy mindenkinek lesznek jó csajai, É, lettek is, csak nekem nem, mert mindenkinek volt jó, hogy nekem nem, mert ugye én vagyok a beszéligazgató, hát én nem keveredhetek ilyenbe bele, és arról nem is beszélve, hogy ugye munkát se tudtunk adni, de az interkontinentálba, az most fórum, vagy nem tudom mi a neve, ott kötöttük a szerződéseket a lányokkal, és mindenkit kiutaztattunk, meg mit tudom én, és akkor 120 csajból válogattam, és aki jobbra ment, az, mit tudom én, az jó volt, aki balra, azzal nem foglalkoztunk, és hát itt volt a első de nagy hibám, mert ugye a későbbi feleségem, a Maria Judit is benne volt ezek között, a csajok között, őt pedig a bal oldalra tereltem, tehát a, aki nem lényeges, nem fontos, <kül> Lehet, hogy itt haragudott meg rám, és, és aztán lényeg az, hogy kivittük a csajukat, és mondom, mindenki ott, amit tudott, de hát én meg ugye a vezérigazgató, nekem kellett tartani a frontot, úgyhogy én nem jártam jól a dologgal, de hát senkinek nem tudtunk munkát szerezni. És aztán úgy döntöttem, hogy elmegyek Izraelbe, ez gyakorlatilag egy jó húsz évvel a hatnapos háború után volt. Ugyanis 67-ben, mikor a hatnapos háború volt, akkor négy barátommal, akik zsidó származásúak voltak, elhatároztuk, hogy elmegyünk és harcolunk a háborúba, és megbeszéltük, hogy találkozunk, mondjuk, mit tudom én, éjszaka. <kül> itt és itt, és utána húzunk el, tehát diszidálunk Magyarországról, és beállunk az izraeli hadseregbe és én nem mentem el egyedül, a három elment, és sikerült is nekik. Azért nem mentem el, mert végig gondoltam, hogy ez a szüleimnek milyen óriási nagy trauma lenne, hát arról nem is beszél, hogy ugye apámat mit tudom én, hogy már katonatiszt volt akkor, még ezredes, hogy tudom én, hadbíróság, vagy nem, nem tudom, de mindegy, szóval én nem mentem el, és mondom, hogy akkor ha akkor nem, akkor most elmegyek. És akkor elmentem Izraelbe. Ennyi, ennyi, volt a... Ennyi. Hát a, nem, hát azt azért hallottam. Hát én voltam előtte Izraelben már, tehát meg voltak rokonaim, meg stb. Tehát tudtam, hogy körülbelül mire számíthatok. Tehát arra gondoltam, hogy lemegyek Élátra. Az Élát, ez a üdülőváros, ez olyan, mint, mit tudom én, Miami, vagy a Kordazőr vagy ilyenek és mondom, lemegyek éjjel átra, ez az akabai kikötőnél, akabai öbölben van, és ott tele vannak külföldi csajokkal, és hát engem, aki ugye egy fiatal srác vagyok, akkor még 37 éves voltam, mondom, jól nézek, és attól összeszedek egy milliómos nőt, aztán kész havaj. Na, és akkor elmentem, de nem jött össze ez, ez sem, és akkor hát ott valamivel fönn kellett tartani magam, és akkor elmentem egy, illetve több szállodában elmentem próbálkozni, és akkor az egyikbe fölvettek. És akkor a feladat az volt, hogy mit tudom én, szedjem össze a törölközőket, meg tegyem ki reggel, meg minden, hát ezt jó sokáig csináltam, azt hiszem két napig, azt hiszem, már elegem is volt ebben a melóba, és akkor valaki mondta azt, hogy keresnek Rubik oktatót. Azt se tudtam, hogy az mi. Komolyan, mert a, ugye akkor a Jane fonda hallottam, hogy ez erobukozik, de az, hogy, hogy az, hogy kell leírni, vagy kimondani, ugye aerobik, meg mit tudom én, nem tudom, de mindegy, jól mondom, én az vagyok. <coughs> Mondták, jó, oké, akkor jöhetek. És mit kell csinálni, egy nap háromszor kell a téren oktatást tartani. Hát ez megy, hát sportoló voltam, ha majd az kész. <laughs> és akkor jöttek a, a, szálló vendégek, és akkor tamén, hát nem aerobikoztunk, azt nem tudtam, de, <laughs> de gimnasztikáztunk, meg helybefutás, meg anyám kínia, és hát tetszett nekik. Ennyi. És utána, mert ugye Izraelben. Utána elmentem, igen, utána elmentem. A nagybátyám mondta, hogy hogy Natanyán vannak a gyémánt csiszolók, és hogy érdemes lenne szerinte ott kitanulni nekem a, a gyémánt szakmát. És hát aztán de ez nincs érzékem, tehát sem kézügyességem, sem nem jó a szemem, stb. sem és ott mondták azt, hogy, hogy ha ennyire tehetségtelen vagy, akkor menj el törnek. Az oké, okay, de hát arról sincs semmilyen képesítés, és semmi, stb. többi, és És akkor mondták, hogy a negev sivatagban szerveznek ilyen kurzusokat, ott három, hat, kilenc hónap, stb és akkor ott kitanulod a szakmát, arról van képesítésed, és itt azonnal el tudunk helyezni egy, egy ilyen gyémán mellé, és akkor hogy gyakorlatilag azt kell csinálni, hogy a műhelyt őrizni, ugye egy marha nagy hogy is lehet, van ilyen gyémánt csiszoló tőzsde, vagy irodák, és ott minden emeleten rengeteg arany és gyémánt művesek vannak, vagy csiszolók, meg aranyművesek, és akkor mindenkinél vannak ilyen testőrök, ugye a biztonsági berendezések, azok ugye a akkori legmagasabb technikával rendelkeztek akkor volt ugye, közelharcoktatás, mert ha egy olyan szituációba kerülsz, mondjuk külföldön mész vásárba, vagy expóra, vagy valami, és éppen megtámadják a, 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 a akkor hogy azt hogyan szereled le, ha nincs fegyver nálad. Ugye, nyilván akkor sem lehetett más országokban késsel fegyverre közlekedni, és azért megtanítottak olyan eszközökkel bánni, amivel gyakorlatilag ugyanúgy tudsz sebesülést okozni, vagy akár ölni is, akár egy golyos tollal, csak nem mindegy, hogy hova szúrod, hogyan, meg stb. De és akkor elmentem, ez érdekelt, akkor még jó fizikai állapotban voltam is, és aztán visszatértem Natanyára, és egy családnál helyezkedtem el, és akkor velük utazgattam a világban elég sok helyre. Mondjuk Észak-Amerikától Dél-Amerikáig, Ázsia, Ausztrália, tehát beálltam egész világ, kivéve Afrikát. Hány évet volt Izraelben? Akkor kettőt. Tehát 89-ig? Igen. Nem, nem, nem. 86, 86, 87 elején mentem ki, és 88-ban jöttem vissza. Igen. Ausztriába? Ausztriába, és ott csináltam az üzleteket, a műszaki üzleteket. Ez az az időszak, amikor ugye mindenki gorenye hűtővel Igen. jött haza. Ja, ja. És meg mikrohullámú sütővel, ha, meg, meg minden videó, ilyesmivel. Meg videó, meg tévé. Hát van. ezeket kommandó, számítógépek, ezek. Hát, de... Hogy akkor ezt kimondottan a magyarokra volt ezt specializálva mondja, ez, ez kimond... az, hát az üzlet? Hány üzlet volt? Nekem öt, öt a, a csúcs időben, de az első főzvetünk, az eleve oktogon volt a neve, hogy ugye az oktogont azt minden magyar tudja, hogy hol van ugye a tér. 91-ben tért végleg igen. haza Magyarországra? Igen, igen. Ebben az időszakban kezdett bele az őrzővédő szakmába, mondhatjuk úgy, nem? Tehát a 90-es évek legelején, a hazatérés után. Igen, így van. Volt akkor már egyébként ennek bármilyen... Magyarország. Igen, tehát volt konkurencia? Igen, a hát, testőr Kft. meg a Eszkort? Örmester. Eszkort nem volt. Eszkort még nem volt. Nem, testőr Kft. volt, meg az örmester uh -huh. Kft. És így lettünk mi aztán, a, mi először Komel Rét Kft., aztán Totál aztán SG Control, és a, doktor dr. Láposi Lőrinc rendőrtábornok, aki a sogorom volt, a testvéremnek a férje, és az velem együtt. Üzletársam lett akkor a Mester Detektív, ami úgy már eléggé ismert volt. Uh -huh. De hát mi az első persze kezdve jók voltunk. Ö, nagy üzlet volt a 90-es évek elején őrzővédő céget alapítani? Nagy, persze. Hát sok pénz, hát ahhoz képest. Ez is attól függ, hát az ember nem tudja, mi a sok, mi a kevés. Erre mondok egy példát, hogy, hogy én akkor kerestem, uh -huh ez... Ja, hát először is ugye megcsináltam az őrzővédő céget, akkor még Láposi Lőrinc nem volt benne, akkor a Seres Zoltán, akit le, a falunál előttek, ő volt a társam, meg egy Gábor László nevű srác, túronak hívták, a becenevezek ezek bunyosok, bunyósok, stb. És ővelük csináltam. Aztán Seres az minden áron külföldieket akart bevonni a bizniszből, és én mondtam, hogy én nem engedem be a külföldieket. Mondom, a külföldieket, ha beengedjük, kitanulják, hogy miről van szó, és utána mi feleslegesek vagyunk. De ő akkor is ragaszkodott, és akkor elváltunk. 92-ben engem bevittek előzetesbe, a életemben először voltam akkor egy ilyen 13 hónapos előzetes letartóztatásban, amit végül 92-ben vittek be, 97-ben 97 hoztak itt életet első fokon, ami rögtön jogerős is lett, mert hogy én elfogadtam. Az egy két év börtönbüntetés, három évre felfüggesztve. Most a, ugye innen indul egyébként az én kálvárján, mert hogy. Az a ö, ügy, az négy önbíráskodásra való felbújtással végződött, amit lássunk be abban az időben, ilyen, hogy verekedés egy éjszaka több volt egy diszkóban, mint négy. Tehát én nem rám szállt a ö, akkori Pestmegyei bűnüldözés vagy, vagy szervezetbűnözés elleni osztály, akkor alapították, mert hogy rivalizáltak a BRFK-val. És ugye akkor lett a Pintér Sándor országos rendőr főkapitány, és a Pintér Sándornak ez volt a zászlós hajója, ez a Pest megye. És mondom, a rendőrök rivalizáltak egymással, Pest megye, meg a BRFK a BRFK fogta el a Csobolyáékat, a Prisztást, a Tureket, meg mit tudom én, és hát akartak egy nagy ügyet csinálni, úgyhogy semmi közöm nem volt Pest megyéhez, és erre Pest megye, Ugye engem előzetesbe helyezett, és 13 hónapig voltam előzetes fogvatartásban, és utána szabad lábra kerültem, és akkor azt hittem, hogy itt a vége, és soha többet nem kerülök én a igazságszolgáltatás karmai közé. Azért is mondtam le 97-ben a fellebezés jogáról, mert biztos voltam benne, hogy én soha többet nem fogok semmilyen bűncsekményt elkövetni, és akkor ezzel itt le is záródik. De hát nem így történt, és nem azt mondom, hogy én követtem el, de de rajtam volt rendesen ez a Pest megyei csoport, és. De azért azt mondjuk el, úgy, hogy ez a Pest megye, Pest megye azért nyomozott, mert a Váci hetek bandájához sorolták önt is. Nem azért. Engem ők nem soroltak oda. Nem soroltak oda, nem. Volt egy sajtószóvívő, aki véletlenül azt mondta, hogy a Váci hetekhez tartozom, de a Pest megye nem sorolt. Tehát a gyanúsításban nekem semmi közöm nem volt a báci Ezt a garambi. Mert ugyanakkor vitték el őket is, nem? Tehát ez hát előttem, előttem ugye az irodá, igen, előttem vitték el. De hát ők külön voltak. Tehát azt mondom, hogy a, ezt a garambölgyi, aki akkor szóvivő volt, ővele kimondattam hogy semmi közöm nincs a Váciátek, Erről van videó fönt a, a Youtube-on nekem nem volt közöm a Váci Ez volt a legelső alkalom, amikor szembe került a törvényel? Mert... Nem, 83-ban is volt egy, de hát ott az ilyen pofoszkodás volt. Az garázdaság, vagy könnyű test és Hát a tudja, hogy az minek minősült, egy buszsofőrt pofosztam le, mert hogy megálltam a a BMW-mel, és akkor az egy gyönyörű BMW volt, fehér, vadi, új, mit tudom én mi, és megálltam a akkori mártírok útján, most Margit körút, fölálltam a járdára, és ott jött a 12-es busz, ma már nem jár arra, és elkezdett dudálni, hogy menjek le. De volt helye, és gondoltam, hogy inkább kiszállok a kocsiból, hogy ne legyen probléma. Kiszálltam, és akkor csak azt hallom, hogy bum, direkt neki megy a sofőr. A kocsimnak is így fogta a fejét. Hát akkor elöntött a hagyomata, a vér, és akkor beszaladtam, be, bementem a csukott ajtón, kihúztam a sofőrt, és ott volt egy pofoszka. Na ezért e, kaptam akkor 83-ban egy hat hónap fogházat, azt hiszem egy évre felfüggesztve. De hát ebből nem lett semmi, mert ez aztán elmúlt, meg mit tudom én mi. Uh -huh. Lezárult ez a büntető, úgy majd 99-ben, 1999-ben ismét letartóztatták, akkor a Ferihegyi repülőtérén Mi <hül> <hül> volt az ok, ami történt akkor? Hát euh, 97-ben, mikor ugye jogerőssé vált az az elsőfokú euh, ítélet, és ugye abból leültem 13 hónapot, tehát ha mondjuk azt le kellett volna ülnöm, akkor még öt hónapot kellett volna ülnöm, mert többi a kedvezmény lett volna. Arra vigyáztam, hogy nehogy véletlenül elkövessek bármit is, mert akkor ezt hozzá fogják csapni a következő büntetéshez. Ami meg is történt egyébként, ugye a 99-es ügyben, mert 99. szeptemberben tartóztattak le, és 2000. februárban járt volna le ez a felfüggesztés. Tehát ez meg volt kreálva, ez koncepció, egyébként koncepció volt maga az ügy is, nyilvánvalóan, mert 14 vádpontot sorolt fel az ügyész, és abból a végén 4 vádponttal ítéltek el, ami megint csak véleményes, mert konkrét bizonyíték nem volt, a bíró úgy is, úgy is indokolta, hogy mérlegelés alapján hozta meg a döntését. Mert hogy azok az emberek, akik megverték azt a, nem tudom, három embert, azok hozzám tartoztak, és az nekik nem volt érdekük, hogy megverjék, az csak az én érdekem lehetett. És ö, így úgy ítélte meg a bíróság, hogy ez. Ez egy zárt láncot eh, jelent a bizonyítékok sorában, és ezért eh, ugye 99-es ítéletet, azt mikor kaptam meg 2002-ben. Az a legfelsőbb bírósági? Igen, az, a, az már a jogerős. Volt. Az a négy és fél év, igen. Uh -huh. igen. Ebben az időszakban, ugye a 90-es évek végén elég komoly politikai kapcsolatai is voltak. Ezekről beszélne, hogy mi volt a... Ugye ezt úgy leplezte le annó a Fideszhez közeli sajtó, hogy a Korda titka. Hát ez már nagy leplezés kellett, mert hogy teljesen nyilvános volt. Ugye amikor a Fidesz hatalomra került, 98-ban? Azt mondja, 98-ban, igen. Akkor már olyan dolgokat csinált a Fidesz, ami nekem nem tetszett. De korábban én még Fidesz szimpatizáns voltam, tehát a 90-es éve 90-94, amikor még MDF időszak volt, Úgyhogy a, a fiatal titánok, ugye dolgoztam is nekik, vállaltunk munkát, ilyen őrzésvédést, amikor rendezvény volt, vagy stb., nem kértünk pénz, vagy például a Fides vezetői közül, most nem nevezem meg kik, jártak az éjszakába, és és nem csak itt aloztak, hanem. Próbálták magunkat nagyon jól érezni, és akkor ugye engem kértek meg arra, mint az északi életnek már e, ismert figurája, és több éjszakai helynek a e, védelmét. Láttam el, hogy kísérjem el, és ezek közül e, el is kísértem. Én meg egy-két társam, e, pár politikust. Tehát azért mi a Fideszhez e, kötöttünk, mi akkor és 198 ban amikor hatalomra került, hát először is ugye a Pinter Sándort vették be belügyminiszternek, hát ez már eleve nem tetszett, és nem, nem örültem ennek, mert rögtön az első hónapokban már meg is kaptam az infót, hogy Pinter Sándor rám állt, nem csak rám, hanem három embert akar euh, likvidálni, nem fizikailag, hanem a területről kiszorítani, hogy így mondjam, az első volt a Moguljevics, Ugye, az én szerintem ő túl erős volt a mint Sándornak, ezért vele megegyeztek, és a Moguljevics elvonult, euh, úgyhogy semmilyen mm, bántódása neki itt nem volt. A másik ember volt a Jusz László, aki e, ugye oknyomozó riporterként e, nagyon kellemetlen volt a Binti Sándor részére, hiszen 98 előtt, 96-ban, amikor a négy rendőr tábornokot menesztette a kuncegábor, az nagymértékben a Jusz Lászlónak volt köszönhető ugye nem tudom, hogy az mindenki emlékszik el rá, de 96-ban a Pintér Sándort, a Bodrácskát, a Valentát, a Túróst, ezt a négy tábornokot menesztették, és ott fölmerült a gyanú, hogy a Teve utcai rendőr palotának a gazdasági elszámolásában komoly hiányok vannak, és hát valahol elment akkor még nem voltak ilyen nagy összegek, hogy ilyen, mit tudom 10 50 100 milliárdok, de 100 milliók valahogy eltűntek. És hát ezt felelőssé tették akkor a Pintér Sándort, meg a Valenta Lászlót. A Pintér Sándort nem is ezért azért kapcsolataim miatt, ugye a Klódóval való kapcsolata, amit ugye azt mondta, hogy tagadta, nem volt kapcsolat. Jusz László pedig olyan Reportot készített akkori rendőrségi televíziós műsorban, ahol, ahol bizonyítékok voltak arra, hogy igen, kapcsolatban állt vele, mert hogy meg is hívta a házába, és a és ott nyilatkozott a Klódónak a felesége. Tehát a, a is ugye gajra tették, a, Lakásában és a szerkesztőségben házkutatást tartottak, és ugye őt is parkolópályára tették, de hát nem tartóztatták le, és utána folyamatosan kaptam én a infot, hogy én vagyok a harmadik. De hát én nyugodt voltam, én úgy dönt, tehát én úgy tudtam, és ma is úgy tudom, hogy én olyan még nem követtem el, amiért engem le lehetne tartóztatni. Az lehet, hogy volt ilyen, persze az igaz, hogy megvertem én, vagy, vagy az én embereim megvert egy-két ember. Tehát ez az a három, tehát azért ez nem olyan hú, de nagy. Ugye most, ha csak a Budaházihoz hasonlítom, hogy ott hat robbantás, meg egy éles belövés, meg mit tudom nagyon verés meg a pénz, nem tudom, automata robbantás. Hát akkor ahhoz képest a három ember megverése, úgy, hogy semmi bajuk nem lett, nem olyan nagy dolog, de mindegy, hát arra gondoltam, ha el is kapnak, hát akkor mit tudom, bemegyek a rendőrségre, meggyanúsítanak, aztán majd a bíróságon védekezünk, és majd jól nem tudnak elítélni, vagy ha igen, hát akkor is mit lehet ezért kapni, dádá, dá, maximum. Na, hát nem egy történt, hanem ugye 983 napot voltam előzetes letartóztatásban, és mindenféle hajasságot elkövettek annak érdekében, hogy ez a 983 nap, ez, ez tovább tartson, mert akkor még nem volt ez a három éves Törvény, hogy aki három évnél, tehát nem lehetett három évnél többet tűnni, akkor még nem volt ez. Na mindegy, szóval közben hozták ezt a zöld számot. A, a zöld számot azt ugye megint a magyar kriminalisztika történetében először a, az én ügyemben alkalmazták. Ez az gusztustalan például egy ilyen, mert ugye egy zöld szám, ami ingyenes, és bárki bármit mondhat, azzal mindenféleképpen azt a célt el is érték, amit akartak, hogy minél hosszabb legyen az előzetes letartóztatás. Mert ugye a kezükben nem volt semmi. Annyi volt, amennyit. Amennyivel meggyanúsítottak. Ezt az ölt számot arra hozták létre, hogy itt névtelenül bárki betelefonálhatott, Ujja, aki, aki önt vádolni tudta bármilyen bűncselekményért. Önt vagy, a, vagy az én embereimet, tehát uh -huh. ez erre született. És ha emlékszem, hogy ezt 99. szeptemberében hozták be, olyan 20-a körül, és áprilisban megkérdezték az Orbán Pétertől, volt a országos rendőrfőkapitány, az újság, a sajtó, hogy mi történt a zöld számon történt bejelentésekkel. És akkor nyilatkozott, hogy több mint száz releváns információ érkezett, és a hatóságok ezügyben nyomoznak, és stb. 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 Tehát kamu volt, mert aztán rá három hónapra, mikor megkérdezték őket, akkor meg azt mondták, megkérdezték, hogy abból a több mint száz releváns információból hány, hány ügyben gyanúsították meg Tasnádi Pétert vagy a társait. És akkor mondta, hogy egyetlen egyel se. Miért? Mert hogy félnek, nem, tudtak, nem tudtuk bizonyítani, hazudnak. Kamu. Nem, nem, volt ilyen. Hát meg lehet ilyen, hogy, hogy mit tudom én, megkérem a unoka öcsémet, hogy telefonáljon oda, vagy mit tudom én, vagy bárkit. De hát ez csak arra szolgált, hogy elhúzzák az időt, és hogy a, a, így írják felül a törvényt egyébként. Mert hogy a törvényben benne van, aki előzetes letartóztatásban van, azt a lehető legrövidebb időn belül az ügyét le kell zárni. De hát, és csak minden kétséget kizáró bizonyítékokkal lehet valakit megvádolni. Na most ilyen nem volt de hát amikor már ilyen hosszú ideig az ember ül, akkor kénytelenek megvádolni, és meg is vádoltak. Ugye a vádiratban, mondtam, 14 vádpont volt. Igen. Amiből a végén maradt négy. Tehát ha azt veszem alapul, hogy három önbíráskodásra való felbújtás plusz egy adóhiány, másfél millió forint, ami megint egy piti történet egy ilyen több milliós vállalkozásban, és nem is a vállalkozásomban volt az adóhiány, hanem abban, hogy én valamikor vettem Balatonon egy ingatlant, azt felújítottam, és később eladtam több pénzért, és a különbségről nem nyújtottam beszámlát. És az, az, az azután nem fizettem adót. Na, ez volt a másfél milliós adóhiány. Ezt befizettem egyébként. Tehát Szóval a három önbíráskodás, a nem adnak két évet senkinek. Igen. Térjünk vissza a Kordavillára. Térjünk. Mennyire fonódott össze ebben az időszakban a, az alvilág és a politika? 90-es évek második Fállam, fele. Nincs, mert mert hogy ezt úgy, úgy, így tálalta az akkori sajtó, ugye, tehát... E hát így tálalta, de hát nem az igazat tálalta. Ha összefonódott, akkor az olaj sokkal fonódott össze velem, biztos Polti nem. Há, valószínű, mert hogy nekem olyan, olyan politikai kapcsolatom nem volt, amiből én pénzt tudtam volna keresni. Tehát nekem a csintalan Sándor volt a, haverom mondjuk, nem barátomnak nem nevezni. De mint... de akkor ő ak akkor abban az időben az msp nek az alelnöke volt. Akkor ha már tudom. nem. Ugye előtte? Akkor, igen, előtte, bár akkor lett volna a barátom, hogy haverom, de nem, akkor már ő sehol se volt, és abba bíztunk, hogy majd lesz, ha mögé állunk, és őt segítjük. Tehát ennek ez volt a cél a kordabilla, titkának, hogy olyan ügyvédek, vállalkozók, politikusok, tehát az értelmiségeket összeszedtünk, és oda 40-50-en jöttek újságírók, és mindig váltokoztak a, a jelenlévők, és meghívtunk oda e, ismert személyeket, akik ugye elmondják a amit kérdezünk, amire kíváncsiak vagyunk. Hát ezek csak baloldaliak voltak? Tehát hát a Dávidi Hagféter, bolya nem. A betűiben. Ha jó, de a Dávidi bolya az nem baloldali. Dávidi bolya is ott Igen. volt? Igen. Az nem, az nem baloldali. De mindegy, egyébként, hát most ha csak baloldaliakat hívnak, akkor ezt is mondhatnám, hogy a hírt is csak jobboldali van. Hát. <laughs> Hogyha miért ne hívhatnánk? Hát nincsenek semmi jelentősége, hogy próbáltam valahogy a politikai, de ez egy ilyen másodvonal. Tehát nem az első vonal. Tehát nem úgy, mint a mit tudom én, hogy most vagy van egy egzisztáló miniszterelnök, vagy miniszter, és azzal fújt, de jó viszony, és akkor majd kapunk ilyen lehetőségeket és olyan lehetőségeket. Én nem kaptam a szocialistáktól olyan lehetőséget, mint mit tudom én, a Valton például, vagy sorolhatnék olyan bekötésű cégeket, akik csak a kormánytól kapják a megbízásokat. Én soha nem kaptam ilyen megbízást. De a, a másik meg nem voltunk alvilág. Tehát az meg a másik fele. Hát azért erre a keresztapa érzésre azért elégére erősített. Hát ezt, az, a, ezt a, nem a, mondhatja. A, a, hogy igen, nem. de az, hogy mire erősít rá az ember, és valójában mi, az nem ugyanaz. Erre mondta a Jusz László akkor, mikor neki is panaszkodtam, hogy, hogy, ezek itt benyalják, hogy én vagyok a keresztapa, és akkor arra mondta azt, hogyha egy csaj kiáll az utcasarokra, kifestve miniszoknyába, mit tudom én, kidobva a melleit, akkor ne csodálkozzon, ha kurvának nézik. Tehát ebbe igaza volt. Én se csodálkozom azon, hogy annak néznek. Én azon csodálkozom, hogy azért, mert annak néznek, azt még el is hiszik. Tehát nekik nem az a feladatuk, hogy én egy, egy színész, amit eljátszok, annak alapján engem megítéljenek, hanem az a feladatuk, hogy valójában milyen bűncselekményt követtem el. De ki volt valójában az a ura? Akkor, hát Mondjuk én a 19. szerintem se, én, én ilyenről nem tudok, hogy volt úra az alvilágnak. Hát ki vezette a magyar alvilágot? Sem. Ki volt a legerősebb, akkor kérdezem. Hát most a legerősebb, hát minden szerenytelenség nélkül állíthatom, hogy én vagy mi, de mi nem alvilág volt. Most is a találkozók alvilági figurák, most is találkozok ilyenekkel, akik akkor voltak. És szinte mindegyik elmondja. És én szerintem a rendőrök is, ha külön elkezdenénk beszélgetni vele, velük, hogy én nem voltam, alvilághoz tartozó személy, én egy olyan személy voltam, aki vállalkozó voltam, de nagy hatással voltam az alvilágra is, mert mindent érvényesíteni tudtam. Tehát nem voltam alvilági, alvilági az, aki abból él, bűncselekményekből él. Például olajozik, nem olajoztam. Autólopásokban benne van, ilyenbe se voltam benne. Itt még gazdasági bűncse áfa, meg ilyenek. Ilyenekre milyen alvilági tevékenységem volt. De akkor hogy lehet, hogy például Gyárfás Tamás mégis önt kérte meg Fenyő János megölésére? Hát úgy, hogy mindenki elhitte, ő is elhitte, azt hitte, hogy én vagyok a mindenható. Hát ez így. Ha miért, miért Ez hogy volt pontosan? Elmondtam én ezt már a bíróságon milliószor. Hát a, persze el akartam hittetni mindenkivel, hogy én, a, az, én vagyok a keresztapa, és ez sikerült is. Ez sokba került nekem. Sok évenbe került, mert először is én nem tartom a rendőröket olyan ostobának, mint amilyennek látszanak. Én inkább gonosz, aljas embereknek tartom, és lehet, hogy ezek nagyon túl erős szavak, és biztos, hogy megsértődhetnek sokan, de, de sokkal inkább tartoznak különböző rendőrvezetők a szervezett alvilághoz, mint amennyire én tartoztam oda, mert hogy én úgy gondolom, hogy én nem tartoztam oda. És de gondolom, ezt nem az összes rendőrre. Nem, nem az össze, hát ezt mondtam, hogy egyes rendőrök, de azért az a az egyes rendőrök között ott. ott... De, de kire gondol itt konkrétan? Hát most nem fogok én vádaskodni, inkább azt mondom, hogy a Nemzeti nyomozó Irodának a vezetői, akik egyébként le is buktak, és akik engem üldöztek, azok ugye jelenleg is büntetőjárás alatt állnak, és több éves börtönbüntetés előtt néznek. Tehát meg lehet nevesíteni őket, de szerintem sok értelme nincsen. Önnek személyesen Pintér Sándorral volt konfliktusa valamikor? Nekem semmilyen ö, ö, a konfliktusom nem volt. Az, az viszont nyilvánvaló volt, hogy fájta foga, Pintér Sándornak a négy tigris piacra amiben én 25 os tulajdonos voltam. És ugye ezt a, nem is tudom, a, hogy hívják, ez a Sándor István mondta el az olajbizottság előtt, hogy ott a Péternek semmi köze nincs a szervezett alvilághoz. A Valenta László, akit becenevén csak 20 úgy hívtak, ugye Valanta László volt a Pintér Sándornak a jobb keze tábornok, vele együtt menesztették. És hogy a Valanta Sándor akarta, ugye a Pintér Sándor nevébe rátenni a kezét arra a piacra, amiben én 25%-os tulajdonos voltam. Az egy nagy falat volt akkor, de a Pintér Sándornak ez ma már semmi, ez... Az, ez ez nulla. Hát a, akkor kerestünk ezzel évi 500 milliót, ugye, hogy ma mennyit keresnek a Pintér Sándor, vagy az, akár a többiek, az, ugye az, az, csillagászati összeg, tehát az felfoghatatlan. Tehát az, azzal, hogy bankokat, hogy az állami szektorban mindenhol az ő embereik védik, meg mindenféle biztonsági rendszerek, meg stb. most van nem is tudom, százmilliárdokban lehet mérni. Tehát ez nulla az akkori összeg. Tehát ez még a kezdet volt. Erre fájt foguk. Ezt nem kapták meg, viszont ha nem lett volna belügyminiszter 98-ban, akkor én nem kerülök börtönbe, és főleg nem 13 évet. Ezt 100 tudom állítani. Ugyanebben az interjúban mondta azt is, hogy az sds re szavaztam, és közben az egész börtönt rábírtam, hogy az MSZP-re szavazzon. A koalícióban így nagyobb esély van arra, hogy egy demokratikus, az alapvető jogokat tisztelő, szakértő kormány jöjjön létre. Így van, az MSZP-t soha nem szerettem. Uh -huh. Az SZDSZ-t igen? Az SZDSZ-t igen, mert ott nagyon bűvelt, intelligens srácok voltak. Uh -huh. Azokat kedveltem, így van. Mondom, elején a Fidesz kedveltem, aztán hát a Fidesz az, ugye, az, az ugyanolyan forradalmi liberális párt volt. Tehát nem én vártam. Hát annak indult kilenc Na jó, oké. Érem. Na de én maradtam ott. Ők meg elmentek a szélső merre, jobbra, vagy mit tudom én merre. Tehát én nem változtam. De hát én egy mérsékeltem, én nem vagyok szélsőséges, se bal, se jobb irányba. Hát pontosan a videóimban látszik, mert még magammal is csodálkoztam, mert hogy ide felé jövet, meghallgatom már, mit mondtam utoljára a torockairól videóban. És éppen azon gondolkoztam, hogy milyen szépeket mondok, de hogy azok igazak. Tehát, hogy a, a, tehát én nem szeretem a torockai Lászlót, de, att, de attól függetlenül elismerem, hogy amit csinál, az jó. Tehát azok a ugye parlamenti kezdeményezések, meg, meg tehát mindennel tudok azonosulni. Tehát attól függetlenül, hogy nem egyformán gondolkozunk, ugye? Meg ugye mondják azt, hogy nálam főleg az a fő probléma, ugye azt mondják, hogy a mi hazánk az rasszista párt. Tehát, hogy a zsidóznak, cigányoznak, stb. Na most, ha tetten érhető, ez nyilván ez több helyen is. De, hallottam meg, láttam meg, mit tudom én. De végül is, amikor elmondtam a videóban, hogy én olyat nem láttam, hogy a betyársereg, erőszakosan lépne föl, akár zsidókkal, akár cigányokkal, vagy bárkivel szemben. Tehát ha jön mondjuk az utcán velem szemben nyolc betyárt sereges, akkor nem ijedek meg, vagy nem félek. A, vagy tehát nincs bennem egy ilyen érzés. Ha viszont nyolc roma jön, a, akkor már más, akkor már az embernek megvan a tartása. De hát én mondjuk nem félek a romáktól, de hát uh, ugye ezt kérdeztem a feleségem páromtól, és ő mondta ezt, hogy ha a betersereggel találkozna 8-10 emberrel, akkor egyáltalán nem lenne benne semmi. De ha 8-10 romával találkozik, akkor már uh, félne. Én még ilyet nem láttam magyarokba. Tehát ilyet nem láttam, hogy magyar brigádok mennek éjszaka, és összeverekednek, meg mit tudom én, vagy, 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 vagy megvernek mondjuk 8 magyar egy zsidót, vagy nyolc magyar egy ciget. De ilyet nem látom. Fordítva viszont igen. Tehát akkor, akkor ki a szélsőséges? Hát Száva, Száva Vince szerint például maga tehát már most, most ezt, ezt, a beszélgetést kitesszük, megint biztos lesz egy videója Száva Vincének, hogy a Tasnádi Tassná, én... Péter ismét rasszista rigmusokat Mondott. Most a Száva Vincével kapcsolatban én elmondtam, meg hát nyilvánosan is, hogy én egy debilnek tartom. Ezt komolyan mondom. Tehát ez egy, ez egy küldetés tudatú, szerencsétlen, akinek a, nincs kommunikációja nem tud érni. Hát de azért elég jól megél ebből. Hát az Legalábbis nem. úgy tűnik. Hát igen, jól megél, mert hogy a rendőrség nem figyeli a videóit. Én, ha például rendőr lennék, én már biztos, hogy letartóztattam volna. Hát a videóiban a befolyásolvaló való üzérkedés megvalósítja. Hát most, hogy ugye a köztársasági elnökasszony kegyelmet gyakorolt, most erre ráült ennek a farvizére, és a videójában elmondja, hogy ő milyen sok embernek intézett kegyelmet, több mint 50% meg is kapta, meg hogy jöjjenek nyugodtan, jelentkezzenek nála, ez bűncselekmény. Olyan hülyeséget mondott utolsó videójában, hogy 2600 ember kapott most kegyelmet, csak arról nem lehet tudni, mert titokban van, de ő egyébként minden nap őt informálják, hogy hányan jönnek ki a különböző börtönökből. Baracskáról például 30 a jöttek ki a héten, kegyelemmel természetesen, Mária Nosztrálor és meg mindenféle börtönből. De hát bejár börtönökbe, rendőrkapitányságokra, kihallgatásra, köztársasági elnöki hivatalban ugye lehet látni a videóiból, tehát komolyan veszi, úgy tűnik a hatalom is pedig ugye, ha jól tudom, akkor semmilyen jogi végzettsége nincs ehhez a mi is ő igazából nem is tudom? Hát ő jogvédő, jogvédő. jogvédőnek mondja Hát magát. általában országos jogvédőnek mondja magát, de ilyen nincs. Az az egyesület, amit hivatkozik, azt már felszámolták, és ott nyomozás is folyik a gazdasági tevékenység miatt. Én voltam egy perén most, egy ilyen büntetőbírósági perén, ahol, ahol vádlott. Ahol vádlott, igen, és ott a bíró megkérdezte, hogy miből él. Ha mondta, hogy hát nem dolgozik, de hát akkor mégis miből tartja fenn ugye a nagy családját, meg ugye a videóiból látható, hogy kultúrát helyen lakik, meg mondta is, hogy van egy ház a 16. kerületben, a 30 millióra tagsálta, szerintem ott 80-100 millió alatt nincs ház. Tehát a, a, nem tudom, a NAV nem néz utána mert ha a NAV utána nézne, hogy miből költ, miből él, de ha elszámoltatnák, akkor probléma lenne. De egyébként én találkozom már sok cigány származás emberrel, és a, a cigányok is gyűlölik, tehát nem, nem tartják relevánsnak azt, amit mond, nem hiteles, Mindenki tudja, hogy ő csak azért csinálja az egyéni haszonszerzés ügyébe, semmi másért. Egyébként most szóltak nekem, azt hiszem tegnap, vagy tegnap előtt, vagy tegnap volt, hogy menjek el, mert hogy lesz egy demonstráció az igazságügyminisztérium előtt, és ott különböző ilyen cigány szervezetek fellépnek, és mit tudom én, hogy én is menjek oda, és mondjam el a véleményemet a Köztársasági elnöki kegyelemről. Én mondtam, hogy én nem megyek el, mert én megfogadtam több mint egy év, hogy én nem politizálok, és nem is akarok, mert ez politika lenne, ha már én itt nagy nyilvánosság előtt elkezdeném boncolgatni, hogy miért kapott X-kegyelmet, és a másik nem. Nyilvánvaló ez minden ember elgondolkozik azon, hogy Hogyha a köztársasági elnök ad kegyelmet egy csapatnak, hogy akkor miért nem kap az összes többi is kegyelmet. De hát ezt, ezt én nem akarom nyilvánosan boncolgatni, és viszont a Száva Vincét is kérték, hogy menjen el, és mondta, hogy ő nem megy el. Ő nem áll oda és nem demonstrál ez ügybe. Persze, hogy nem demonstrál, mert ő azt hiszi, hogy minden videójában elmondja, hogy milyen jó, hogy a köztársasági elnök azt mondja, hogy adott kegyelmet. Most az mindegy, hogy kinek és miért, de hogy milyen jó, mert hogy az összes többi jó ember, ugye, így szoktam mondani, az összes többi jó ember a, a népem, a tisztelt mindenki, polgártársak. <laughs> tehát azok... hát Jól az, <laughs> hát néztem egy-két videóját, úgyhogy tehát azok, hát nekem is a, a, a telefonomban, ha üzem, néha üzenünk egymásnak. El lehet... Száva Képzel. Vincével? Igen. El lehet képzelni, hogy mit azt mondja, hogy nem akarom, nyilván azt mondja, csak ez, hogy azt mondja, engem szeret a nép, Vince jogvédő. De <laughs> így írja. Majd megmutatom egyébként. Tehát én nagyon kedvesen, most ugye ezt nem akarjuk beolvasni, de én nagyon kedvesen szólítom meg őt, <laughs> ugye általában. <laughs> én, és azt szerintem se ez ezt azért mondom. Tehát ez, ez egy paprika, Jancsi. <laughs> és én szerintem nagyon sokat árt a megbékélésnek is, az ilyen típusú emberek azok, akik lázítanak. És mindenben még soha nem láttam, hogy egyszer nyilatkozott volna egy olyan ügyben, ahol a, az ő népe közül való valaki követel bűncsekment, és hogy azt elítélte volna. Én szerintem a bűn az mindegy, hogy milyen oldal, milyen szín. Én úgy gondolom, hogy Ez azt igen. el kell ítélni említette, hogy nem foglalkozik napi politikával, akkor ne is kérdezzem, hogy hogyan látja a mostani politikai helyzetet ezek hát, szerint. Ö, nem. nem. Foglalkozom bele, csak nyilvánosan nem. Hát csak azért, mert például a Mi Hazánkról ugye volt egy videó, amiben ö, elmarasztalóan szólt, aztán utána hát a, kés, jó. Kés, később volt egy, amiben Igen, tulajdonképpen Igen, megkövette a Mi Hazánkat és annak elnökét. Jó, a, a, erről nyilatkozhatok, mert ugye ez nyilvánosan fent van az oldalamon. Én akkor úgy ítéltem meg, hogy a, a Torockai László tevékenysége az rendkívül kártékony, káros, stb. 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 és mondom, meghallgattam idefelé jövett a második videót, amiben viszont ugye úgy tűnik, mintha lefizetett volna a mi hazánk. Sajnos nem, de én olyan vagyok, hogy azt mondom el, amit érzek. És most elolvastam ugye ezeket a parlamenti javaslatokat, tehát országgyűlésről, hogy mit adtak be, és el is mondtam, hogy videóban, ha nem tudnám, hogy ez a mi hazánk, akkor azt hinném, hogy ez egy baloldali javaslat. Mert hogy ezek abszolút elfogadhatóak, ugye többek között ugye a végrehajtó hatalmának a, a, csökkentése, a parlamenti képviselőknek a mentelmi jogának a felfüggesztése, ez tök jó, hogy, hogy ne legyenek ők védettek, mi, miért, mivel különben emberek, mint mi, vagy a kilakoltatásoknak a, Befejezése, hogy ne legyen olyan egyszerű kitenni az embereket az utcára, hát ez teljesen baloldali program. Még abba is egyetértek, abba, abba sokan nem fognak egyetérteni velem, de abba is egyetértek, amikor azt mondta, hogy kasztrálni kell azokat az embereket, akik gyerekeket bántalmaznak. Most én, én mondjuk liberális gondolkozású vagyok, hogy mit jelent a liberalizmus, az elég széles körül, hogy hát szabadon gondolkozó, nem igazán igazodok sem erre sem megpróbálom függetlenül látni a világot, meg, a, meg, meg függetleníteni is magam mindentől. Tehát bennem nincs olyan a verzió, mint amit hallottam most a budaázitól, hogy azt mondta a tárgyalásra egy újságírónak, hogy én nem nyilatkozom ö, neked, mert te zsidó vagy. Tehát bennem ilyen nincs, hogyha, mit tudom én, meg most kérdezne valaki, aki náci, elmondanám, mondanám, hogy nem nyilatkozom, mert náci vagy. Te, de nem nincs semmilyen előítélet. Mondom, hogy cigányokkal szemben sincs. Természetesen most, hogy úszítja a cigányságot, ez a száva vince, és vannak, akik, akik elfogadják az ő primitív lázítását, az persze, hogy zavar, és, és ezzel ezzel e, kontraproduktív tevékenységet folytat, mert addig, míg én nem foglalkoztam a cigánysággal, addig nyilván, amikor a cigányok elkezdenek engem megzállni, hát akkor egyre inkább az ember szembe kerül velük. És ez minek köszönhető egy ilyen szerencsétlen e, saját magát kinevező. Jogvé, jogvédőnek. Mi az, hogy jogvédő? Mit védő? Vagy kitől? A jogot. Hát jó, de hogy engedhetik be a rendőrségre? Hogy engedhetik be a hát büntetésre? Erre rá én rá sem rá. tudok válaszolni, ez egy rejtély számomra hát, is. De ezért kéne egy oknyomozó riporter, és akkor megírná a BV-nek, hogy kérem, tájékoztasson. Egyébként a Száva családdal volt kapcsolata a 90-es években? Ugye ők azért elég ismertek voltak Volta. az alvilágban. világban. Hát a, de nem ővel, hát én ezt nem tudtam, hogy él. Én, a... csak a Száva a Robertel, meg a Száva Lajossal, Sárga Meg volt a másik Lajos a Bazul, ezzel a hárommal. De az összes többi Szávát én nem ismertem. Tehát ezzel is olyan, olyan kapcsolat volt, főleg a, a Robi, a Száva Robi, aki, aki tényleg ütőképes volt, és ezért meg is értődött a Vince, mert azóta ö, ö, üldöznek engem, hogy én miért mondtam azt, hogy a, a Száva Robert a legütőképesebb. Hát azért, mert az én véleményem az. Tehát ő, a Száva Vince, az azt elvárná, hogy mindenki, azt szajkózza, amit ő mond, és aki már vele szemben kritikát fogalmaz meg, az már rasszista, az már cigánygyűlölő, fasiszta, szélső jobboldali náci. Na, most hát rám, is. Rá, igen, rám is ezt mondja. Most azért elég érdekes. De hát ő neki megvan az ideológiája, hogy zsidók és cigányok között is vannak, fasiszták, nácik, akik ő ellene szólnak. Én beszéltem cigányvezetővel, nem mondom a nevét, aki komoly, és tényleg aki, aki intelligens, aki képzett, aki egyetemet végzett, és mondja, hogy hát ők is nagyon fel vannak háborodva. A, hogy ez a száva vince, ez itt emberkedik, és nagyon sok kárt okoz valóban a cigányságnak. Csak azt nem tudom, hogy ugye most mondja ezt az ima pártot, meg, meg, ezt a marhaságot, ezt a jogvédő egyesületet, Hát a, én utána néztem az ima pártnak, az utolsó választásom, húsz embert akartak indítani, abból három szerezte meg a kopogtató cédulát. A három képviselőjelöltjük összesen 328 szavazatot kapott összesen. Hát még annyit se kaptak, mint amennyi kopogtató cédulát. Mert ugye 500-550 az 500, 1500. De összesen 328-at kaptak. És akkor erre mondtam a, neki, hogy ez egy kamupárt. És akkor fel volt háborod, hogy ez, ez, nem kamupárt, meg mit tudom én, ez, ez, ő dolgozik, mind dolgozik. Ezt kéne, ezt kéne megkérdezni a hatóságokat, hogy például a pártja az elmúlt három-négy évben adott-e beszámolót, hogy minden pártnak kötelessége, vagy például van-e valamilyen szervezeti működési szabályzata, vagy például semmilyen pénzforgalom nincs, az se igaz, mert szokott nyilatkozni, hogy Hans, meg Jürgen, meg mit tudom én, ki mennyi pénzt adott neki. Hogy ez se tűnik fel a, a számbevőszéknek, mert persze azért nem tűnik fel, mert senki nem nézi ezt a bohócot. Mert azért én láttam, hogy én is csak azért nézem, mert ugye nekem elküldik, meg belém áll, de ilyen 20-23 ember szokta nézni. Csak van mégis egy tábor, az a nagyon-nagyon lepusztult, nagyon műveletlen emberek, akik istenítik az elnök ura. Tehát meg lehet nézni a hozzászólásokat. Uh -huh. Így visszatekintve az elmúlt összesen mennyit töltött be a tömban? 13 és fél évet. 13 és fél évet. Visszatekintve az elmúlt 33 évre, mondjuk nézzük a rendszerváltástól. Igen. Megbánt valamit? Hát nem tudom, ez mindig meg szokták kérdezni, hogy mit csinálna másképpen, meg minden. Hát nyilván, ha van egy forgatókönyv, amit látok előre, akkor ezeket a rossz dolgokat kikerülném. Vagy igen, hát nem tudom, meg azt szoktam mondani erre egyébként, mert ez jó hangzik, hogy talán azt, hogy nem mutatkoznék annyit a nyilvánosság előtt. Mivel hogy exhibicionista vagyok, ezt meg se tudom valósítani. De akkor így kérdezem, hogy ki csinálta jobban Portik Tamás, aki, Kábé nem is ismertek, ugye mennyitnek hívták, elérhetetlen volt, nem volt mobiltelefonja, nem erősítette ezt a a feelinget, mondjuk így. Ő csinálta jobban? Vagy ön, aki viszont kiállt, hogy ön az alvilág ura. Hát, ha az jó, hogy az ember megölett 8-10 embert, én mondtam, hogy én nem itt élem. Bűnözőket mindenféle tekintetben. Ez, ez lehet, hogy ez furcsán hangzik az én számból, de ez így van. Én egy rendszer szerető ember vagyok, a katona apától, aki tudja azt, hogy mi a kötelesség, mik a szabályok, és azokat be is tartom. Az, hogy az én természetem olyan lobbanékony, hogy mégis elkövettem olyan dolgokat, ami bűncselekménynek számít. Ugye? Megverni embert, vagy megveretni embert. De ezt nem azért csináltam, mert maga két méteres, és nem tetszik, vagy könyvelő, és azért nem tetszik, hanem azért, mert elvett tőlem valamit. Tehát én önmagában én nem, nem rendezkedtem volna. Hát talán ezt igen, ezt megmentem, hogy ez, ez, ez nagyon nagy kár volt. Milyen kis piti történetek miatt elveszteni egy 13 évet az ember életéből, meg a renoméját, mert most azzal még nem ért véget, hogy ott ugye leült az ember a büntetését, mert számtalan olyan dologgal találkozom, ami, ami erre vezet vissza, hogy nem szívesen ülnek le velem már ugye úgy tárgyalni, ahogy korábban nem rendi velem mutatkozni, tehát ilyen rendezvényeken, tehát egy csomó ö, hátránya van ennek a történetnek. És ha belegondolok, csak azért, mert érvényesíteni akartam a jogaimat. Aztán, hogy az jogos vagy jogtalan, ez egy másik kérdés. De hogy ez jogos, mert ugye ezt megállapították, ezért volt önbíráskodás, hogy jogos vagy jogosnak vért követelést próbáltam behajtani. Most mit csinál? Mivel tölti a napjait azon kívül, hogy youtuberkedik? Hát rendszeresen élek, naponta 8-10 kilométer gyalogolok, gyors gyaloglás, pingpongozok napi két órát, úgyhogy 73 éves múltam, a ellenfeleim ilyen 30-50 évesek nem bírják a tempót. Tehát én odaállok a pingpongasztal, és pikpák, pikpák két órán keresztül. Az látom fújtatni, elájulnak, leülnek, váltott lovakkal, ezt csinálom, kardiózok. Nyugdíjas? Egyébként kap nyugdíjat? Hát, ha, hogy ne kapnék, hát azért megdolgozott munka, 40 év alatt. Ja, hmm. hát az közép. Kategóriás vagyok szerintem, 138 ezeren nyugdíja. 138 ezer netúl? Aha, annyit kapok. Na, még külföldről is kapok nyugdíjat, de. mert uh -huh. hogy dolgoztam. Tehát én mindenhol ahol voltam, én be voltam jelentve. Uh -huh. de mondjuk ebből is látszik, hogy nem egy Portik más vagyok, akinek nincs, meg nem lesz nyugdíja, meg nem is lesz szüksége. Tehát erre visszatérve azért, hogy melyikünk a okosabb ebből a szempontból, hát én nem tartom okos dolognak, hogy embereket ölessek meg. Értem, hogy nem, nem is nem, a nem, én nem, nem való. Persze, az jobb. Jobb lett volna, persze. Tehát ha így gondolkozom... Mert de... az, az egy Tamás nem lehet azt mondani, hogy egy egyszerű ember lenne. Tehát, Igen. és, és ő is elhitte ezt a... El. Hát persze. Ezt a Azt még nem mondtam, image. hogy a, az édesanyám a színésznő volt. Lehet, hogy a, onnan vannak a gének. Ez van. Milyen jól előadtam. És én, amikor a Láposi Lőrincs együtt dolgoztam, vannak a rendőrtábornokok, tábornokok, havonta egyszer találkoznak, ilyen tábornoki értekezleten. És ugye hát a Lőrinc is egy darabig, ugye ott volt az értekezleteken. Amikor már nem volt ott, akkor a tábornok társai, akik a barátai maradtak, azok elmondták, hogy ott miről beszélnek. És hát sokszor mondta nekem a Lőrinc, és jött is azzal a kérés, hogy a Péter arra kérnek, a srácok, a tábornokok, hogy ne vonuljál már föl itt az éjszakában, hogy annak idén vonultunk 80 százal, meg mit tudom én, meg ilyen mercedes meg mit tudom én, mert ez eu, én, nem jól jön ki, vagy egyáltalán zavarja őket, és én is akkor mondtam azt, hogy nem mindegy nekik. Hát ez az én pénzemen csinálom. Mi ez bűncselekmény, hogy százan fölvonulunk? Nem az. Na de hát akkor most ugyanezzel az erővel akkor a betyársereget is lehetne, vagy annak a vezetőjét bebörtönözni, mert Be vonulnak, amikor vonulnak, nem? Hát amikor fölvonulnak, akkor vonulnak, nem századan, mit ami 800 százan, nem? Na, és akkor azt mondtam, hogy miért? Hát most az, hogy én eljátszom az én pénzemben, hogy keresztapa vagyok, ez miért zavarja a rendőrséget? Szóval ezt nem, ez nem értem. Most se értem egyébként. De nyilván valóban mivel azt kérdezte, hogy, hogy megbánta ezt igen, hogy ezt nem kellett volna. Csöndben nyugodtan. Mint ahogy, mit tudom én, a Radnai Laci például. Arról senki nem tudott semmit és most is a szürke eminenciás. Most se akar nyilatkozni, mit tudom, én mert mondtam neki, hogy, hogy csinálok vele is egy riportot, a, azt mondta, hogy nem, pedig én már tudod, unokáim vannak. Hát mondom, nekem is vannak unokáim. És hát az unokáim már tudják, hogy ő kicsoda, tehát de ő okos, nem, nincs social médiás oldala, tehát ott nem is kaphat ezért semmiféle negatív kritikát. Más oldalakon írnak róla, de ő ezt nem olvassa, meg nem nézi, tehát nem is tud róla. Én viszont jelen vagyok a social médiában, ugye ezzel a Facebook oldallal, a hivatalossal, meg a YouTube oldallal, és hát oda jönnek a vélemények. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, Tasnádi Pétert hallották. Köszönjük szépen, viszontlátásra, viszontlátásra.